egy könyv, ami miatt nagyon megszeretnél. Ez hülyeség volt, szóval. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban az Így neveld a sárkányodat könyves teget fogom kitölteni. Az Így neveld a sárkányodat hónap első videója lesz ez, mert ezt szavaztátok meg, és ennek nagyon örülök is, mert nagyon megszerettem volna csinálni az Így neveld a sárkányodat hónapot, csak gondoltam, azért megkérdezlek titeket is. De megszavaztátok, úgyhogy ez azt csinálhatom, és ugyanúgy fogom csinálni, mint a Harry Potter hónapot, nem teljesen ugyanúgy, de úgy szeretném, hogy minden héten lesz egy Így neveld a sárkányodatos videó, de 4 lesz februárban összesen, hogyha nem jön neki úgy, hogy minden héten egy, hanem lehet, hogy valamelyik héten kettő, nem tudom még, hogy fog kijönni ez az egész, és remélhetőleg az utolsó videó ebben az egészben az lesz, hogy elmegyek megnézni az Így neveld a sárkányodat utolsó részét filmben, és utána elmondom nektek, hogy hogyan tetszett a film. Ugyanúgy, mint a Grindelwald bünteteinél, csak remélhetőleg nem lesz olyan hosszú, és nem lesz annyira kritizáló videó. Remélhetőleg úgy fogok visszajönni arról a filmről, hogy zokogok meg minden, szóval. Reméljük. És ez az Így neveld a sárkányodat a booktag. Ezt hát nem tudom, hogy magyarul le lett fordítva, mindegy, lefordítottam magamnak a kérdéseket. Meg is találjátok a leírásban a kérdéseket, és hogyha szeretnétek, nyugodtan töltsétek ki kommentben, hogy ti a kérdésekre milyen könyvvel, karakterrel, szerzővel, akárkivel válaszolnátok. Még annyit akartam, hogy egyébként ez a booktaghez voltak ilyen leírások, mert hogy a karakterek szerint vannak a kérdések, és mindenkihez, mindenhez volt ilyen kis leírás, azokat nem hoztam, csak a kérdéseket. Úgyhogy csak a kérdéseket fordítottam le. Na jó, most már tényleg elkezdem. Mert van 18 kérdés, és ez rengeteg. Az első kérdés az Hablagy, mégpedig egy olyan könyv, amit imádtál, viszont az elején nem annyira keltette fel az érdeklődésedet, tehát nem gondoltad volna, hogy ennyire fog tetszeni, és igazából nem is az volt, hogy felvetted, és elejétől a végéig egyhuzamban olvastad ki. Na hát számomra ez a könyv, amit ide választottam, az Nicholas Evans-tól a Suttogó volt, mert ez a könyv, ez pontosan ide illik, mert imádtam. Nagyon-nagyon jó könyv volt, újra szeretném olvasni, lehetőleg mostanában, de nem tudom, majd valamikor egyszer sikerúrásolt kerítenem. És azt hiszem, amikor ezt a könyvet elkezdtem, olyan 90 oldalig jutottam el vele, és utána nagyjából egy évig így hevert a szekrényemen, hogy hát majd egyszer folytatom, nem folytattam, aztán elhatároztam, volt egy ilyen pont, hogy elhatároztam, hogy minden könyvet, amit elkezdem, befejeztem, és ezen túl csak egy könyvet olvasok egyszerre. És kiolvastam. És nagyon jó volt, szóval ez egy nagyon jó könyv volt. És ez tényleg olyan volt, hogy először nem is gondoltam volna, hogy ennyire tetszeni fog, mert az elején tényleg azt éreztem, hogy ez a könyv nem nekem való. Aztán imádtam. A második kérdés, Astrid, azaz egy erős női karakter egy könyvből. De hát ilyenből nagyon sokból válogathattam volna, de én egy olyanra jutottam, ami szerintem nem annyira ismert, és hát nem is ez a tipikus válasz. Philip Pullman könyvéből, az Északi fényből választottam Lyrát. Azt hiszem Lyrának ejtették a filmben, nem vagyok biztos benne, hogy hogy kell a kislány nevet kiejteni. Hát ő igazából a főhőse ennek a trilógiának, és én ezt a trilógiát nagyon szerettem, és nagyon keveset beszélnek erről az emberek, úgyhogy én igyekszem most minél többet, mert én sem beszélek elég sokat, pedig ez az első rész, ez a kedvenc, ez az egyik kedvenc könyvem. És Lyrának hozzákerül az arany iránytű, és ő az egyetlen, aki tudja olvasni, szóval ő kulcsfontosságú szereplő ebben az egész sorozatban. És nagyon nehéz elmondani igazából, hogy mi is történik így, hogy ne spoilerezzek, mert a három könyv az nagyon különálló, és nagyon más dolgok történnek bennük, de nagyon jó. És Lyra egy igazi erős női karakter. És kb. 12 éves, nem tudom pontosan mennyi idős, de kicsi is. És ő tökéletesen megfelel Astridnak. A következő, Plépofa, vagyis egy erős, nem? Egy vezér, író, karakter vagy könyv. Hát én ide
a kedvenc szerzőmet, Rick Riordant választottam, mert hát ki más lenne számomra vezér egyéniség az írók között, ha csak nem ő. A negyedik, Valka, azaz egy önálló kötet, ami meglepett. Ez nehéz volt, mert szerintem nagyon sok sorozatot olvasok, és olyan önálló kötet, ami tényleg nagyon meglepett. Arra egy olyan könyvet választottam, amit tavaly áprilisban olvastam, ez pedig a Bob az utcamacska című könyv, mert bár láttam a filmet és a film miatt olvastam el a könyvet, de igazából egyrészt nem is arra számítottam, hogy nagyjából az lesz a könyv, ami volt, meg az egy nagyon-nagyon jó könyv volt, és ilyen szempontból meglepett, mert nagyon-nagyon jó volt. És megható volt, és őszinte is. Olvastam már más önálló köteteket is biztosan egyértelműen, de szerintem egyik sem volt kifejezetten ilyen, hogy nagyon meglepett, hanem ez a Bob az utcamacska, ez viszont olyan volt. Mert egészen másra számítottam. De ugyanúgy jó volt. Ötödik, Bélhangos. Ide egy könyvbeli párt kell mondani, akiknek nagyon drukkolsz. Ezt először nem is értettem, ez a kérdés honnan jött, aztán olvastam a leírást, onnan jött, hogy a Bélhangos ő olyan, hogy szurkol nagyon a pároknak, igazából, hogyha úgy nézzük, igen, mert Plépofának, meg Valkának is, meg Oblajtnak, meg Astridnak is, nem teljesen értettem, ez a kérdés honnan jött, mindegy. Az én kedvenc könyves párom, akiknek nagyon drukkoltam, mikor elolvastam az egyik részt, és rájöttem, hogy ő köztük lesz valami, az Solangelo volt, és kiteszem a spoilert, mert ez kicsit spoileres, hogyha valaki még nem jutott volna az Olympus férjének a végére, és nem tudná, hogy ez egy létező dolog. Szóval Solangelo. A hatodik, Takonypót, azaz egy könyv, amit hirtelen felindulásból vásároltál. Hát van egy pár könyvem ilyen, de gondoltam, olyat mondok, amit nem így egyszerre vettem, és nem beszéltem még nagyon róluk. De csak az egyiket mutatom föl, ez pedig Susan Collins-tól az Éhezők viadala trilógia, megvettem mind a három könyvet egyszerre. És őszintén szóval nem tudom, hogy miért vettem meg, nem tudom, hogy milyen felindulásból akartam elolvasni, mert őszintén szóval nem szerettem soha a filmeket se nagyon. És nem értem, hogy miért vettem meg akkor egyből hirtelen mind a három könyvet. Az hiszem azért, mert valami akció volt, vagy leárazás, vagy lehetett érte kapni kedvezményt. És megvettem mind a hármat, és ez totálisan hirtelen felindulásból elkövetett vásárlás volt, és kicsit meg is bántam, mert hát nekem ez az Éhezők viadala, ez nem. A következő, Kőfej és Fafej, vagyis egy olyan könyvbeli barátság vagy család, aminek szívesen a része lennél. Ezen nagyon sokat gondolkoztam, és végül arra jutottam, hogy Apollo és Artemis testvéri kapcsolatát fogom választani, mert igazából kicsit Apollo és Artemis engem a saját nővéremmel való kapcsolatomra emlékeztet, mert ők is folyton szekálják egymást, és mi is folyton szekáljuk egymást, és igazából ilyen szempontból a részese vagyok egy ilyen kapcsolatnak. Elfelejtettem felmutatni a könyvet, mert Apollo és Artemis először a Titán átkában jelenik meg, és utána imádom a dinamizmusokat a további kötetek során, egyszerűen fantasztikusak. A következő, Halvér, azaz egy könyv, ami miatt meg szeretnél tanulni valamit. Ja, hát igen, erre nem tudtam ilyen konkrét, igazi, életbeli dolgot kitalálni. Úgyhogy erre összeszedtem az összes nagyjából mágikus képességet fantasy könyvekből, amiket meg szeretnék tanulni. Ilyen például a vízirányítása a Percy Jacksonból, a varázslás Harry Potterből, a sárkányokkal való beszéd az Innemed a sárkányodatból, vagy legalább, mint az átlagosan a fantasy könyvekben szokás, szeretnék nagyon megtanulni karddal harcolni, mert az egy nagyon menő dolog, és az engem nagyon érdekelne, de az legalább így még megtanulható a négy közül. A kilencedik, Fogatlan, azaz egy alulértékelt könyv, amit imádsz. Így deved a sárkányodat Cressida Cowell-től. Most átmegyünk az ilyen sárkányok osztályozására, mert egyébként, igen, ezt nem mondtam el az elején, csak hogy ugye ez a booktag nem a könyvek alapján készült, hanem a filmek per a sorozat alapján. A tizedik kérdés az a sziklaosztály, azaz egy könyvbeli karakter, aki mindent túlél a kőkemény akadályok ellenére is. Hát ez is egy nehéz döntés volt, de
végül úgy gondoltam, hogy erre a szerepre Geralt, Riviai Geralt, Geralt of Rivia, szóval Riviai Geraltot választom a vaják sorozatból, mert szerencsétlen tényleg minden túlél, és folyamat sorozzák, de ő kőkemény, és tényleg minden akadályon átküzdi magát. A 11. a rejtélyosztály, azaz egy rejtélyes per misztikus könyv. Na hát nem olvasok túl sok rejtélyes misztikus könyvet, de az egyik kedvenc könyvem a tavalyi évből az egy rejtélyes misztikus könyv volt, mégpedig Karen M. McManus-től a Lehull a leper, és ez egy nagyon jó könyv. Egy büntényt próbálnak benne fölgöngyölíteni, egy gyilkosságot, és nagyon-nagyon jó, és vagy egy millió videóban már ajánlottam, úgyhogy valamelyiket ide belinkelem, hogyha valakit érdekelne bővebben a történet. A 12. kérdés az az éles osztály, azaz egy hiú karakter. Erre pedig egy nemrég elolvasott könyvet választottam, vagy hát abból egy szereplőt, a Felnőttek nélkül Charlie Higgsontól, és ebből pedig Davidet ajánlanám erre a posztra. Davidet nagyon utáltam. Ehhez csak egyet fűzök hozzá, és igen, nagyon, nagyon igényes a külsejére, és utáltam. Na mindegy. A 13-as, a tűzös osztály, azaz egy kis könyv, ami nagyot üt. És én, hát nagyon gondolkodtam, hogy milyen könyv az, ami rövid, és nagyon-nagyon ütött. És végül arra jutottam, hogy ez Patrick Nextől a, nem az A Monster-hoz, hanem Szólít a szörny. Igen, mert ez a könyv ez olyan, hogy így pofán csapja az embert. Elég rendesen. Szóval nagyon-nagyon üt. 14-es a támadó osztály, vagyis egy könyv, amit villámgyorsan olvastál ki. Na hát az a könyv, amit én szerintem a leggyorsabban olvastam ki, és nem ilyen 100 oldalas kis regény, hanem azért valamennyivel több, az John Green-től a Csillagainkban a hiba, mert ezt a könyvet azt hiszem ilyen, mikor olvastam, ilyen délelőtt 10-11 óra körül kaptam meg, és délután be is fejeztem. Szóval ezt nagyon-nagyon gyorsan olvastam ki. A 15-ös a dagályosztály, vagyis egy tóparti, óceáni vagy tengerparti helyszínen játszódó könyv. Hát ez is egy nehéz kérdés volt. Aztán eszembe jutott, hogy az, amit sohasem mondtam el, az egy tóparton játszódik. És a tónak nagyon fontos szerepe van a cselekmény szempontjából. A 16-ös kérdés a fürkész osztály, majdnem furkász, vagyis egy könyv, amit nagyon-nagyon el szeretnél olvasni, de egyszerűen sehol sem találod meg. Ilyen nekem kifejezetten nincsen, viszont van olyan könyv, amit el szeretnék olvasni, de igazából meg tudnám venni, csak elég drága. Szóval ezt egyelőre annyira nem hajlok rá még, hogy megvegyem. Ez pedig a Viharidő, azt hiszem az a magyar címe, ez a Vaják sorozat 0.5. része. Ezt még el kéne olvasnom a sorozatból. A másik könyv pedig, amit nagyon el szeretnék olvasni, de még ez igazából nem is az, hogy nem találom, igazából szerintem még nem adták ki. Ez pedig a Shadow Magic-nek a harmadik része, utolsó része. Ez a rész egyébként kijött a tavaly április környékén jelent meg, csak nem az a kiadás, ami nekem van, úgyhogy én most arra várok, hogy ez megjelenjen. A 17-es kérdés az ismeretlen osztály, vagyis egy még ki nem adott debütáló szerzőkönyv, amit nagyon vársz. És ez a kérdés, amire egyszerűen nem találtam könyvet, mert nem igazán tudom, hogy van-e olyan megjelenés az elkövetkezendő időben, amiről tudok, amit nagyon várok, és aki debütáló szerző lenne. Szóval nem hinném, hogy van ilyen. Az egyetlen könyv, amit igazából várni szoktam, az mindig az új Rick Riordan kötet, de ő nem debütáló szerző. A legutolsó kérdés, a 18-as pedig az angolna, vagyis egy könyv, amit visszautasítasz, és nem szeretnél elolvasni. Hát, jaj, ezért még megvertek. De mindegy, ez az a könyv. Ez volt az Így neveld a sárkányodat könyves tag. Igen, a kérdéseket megtaláljátok a leírásba, be is linkelem az eredeti tag, tehát a tag eredeti készítőjét is a leírásba, és hogyha bárkinek kedve van, akkor nyugodtan töltse ki a kérdéseket, csinálja meg. Várom a válaszaitokat rá, és majd jelentkezek a következő Így neveld a sárkányodatos videóval jövő héten.
valamikor. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!